Csodaszép. Lángy Attila és Toma József a BMW-ben. Csodaszép egy autó. Köszönjük. Belülről. És ami ott a motorháztető alatt van. Erős, biztos egy ilyen 3-as technika. Mégis van itt az én 3-as technika. Tehát nem lesz semmi baj, és végül meg a versenynek úgy, hogy mi kell ehhez, hogy végig menjetek? Valóban csak a gépre van szükség, vagy tőletek is 110%-kel? Az, hogy végig menjünk, az elég a gép. Hát igen, ahhoz, hogy jól menjünk végig, ahhoz kell dűlni is. Mennyire helyeztetek nagy hangsúlyt a pálya bejárásra? Mennyire sikerült jó itinert írnatok? Hogyan készültetek erre a hétvégére? Hát gyakorlatilag mentünk 3-at mindegyiken, fölírtuk, mentünk 2 után, az nem, nincs azon. Ez elég volt? Nem. De nem. Remélem. Rendben van. Sok sikert nektek, jó verseny. Élvezzétek a prólogot is, és élvezzétek ezeket a igen nehéz gyorsasági szakaszokat. 49-es rajtszámmal, tehát lány. Yeah.
Thank you.
BMW-vel abszolút van a 35-dik, a 12-es kategóriában pedig a 6. helyen végeztek. És hallgassuk meg, hogy milyen érzésekkel, hogyan zárjátok a Miskolcot idén. Hát mi jól éreztük magunkat, nem az egynapi napot, az 200 évet ütősítettük. Gondolom, hogy ezzel az autóval pedig külön élmény versenyezni, mert ritkaság számba megy. Legalábbis gondolom, hogy a szurkolók azért megcsodálják. Persze, mindenki megcsodálja, azért meg tanulni kell. Erős, rövid, tanulni. Köszönöm szépen, jó pihenést! És jön, hogy tudjam a végén.